Anyukám, nagyon sajnálom, behívtak a melóra, képzeld, hogy elő fognak léptetni a Clementináznál. Elő fognak léptetni, én leszek, úgy néz ki, hogy három, ha minden jól megy, három szállodának is az üzletvezetője. Üzletvezetője? Igen. És azért nem vagy itt? Nem azért, hanem hogy most még ez egy kis átmeneti időszak, Covid van, minden, be kell segítenem, és hogy most megkértek, hogy ugorjak be az ünnepekre, nagyon sajnálom, de fognak pótolni. Most arról volt szó, hogy a szekrényt fölemeljük, hogy ott lesz egy pult, hogy akkor csinálom a beiglit, hogy jönnek a barátaim, és most jössz azzal, hogy előléptetnek, és ezért nem vagy. Igen. Hát ne csináld már ezt velem, hát akkor kire számítsak? Jó, tudom, a múltkor is mondtad, hogy penészes a beigli, amikor nem volt penészes, lehet, hogy megpenészedett, mert a gesztenyésed, amit szeretsz, azt lehet, hogy bekerülted egy hűtőbe, vagy a méhűtőbe, mert akkor másnap kiveszed már olyan, mintha friss lenne. Igen, tudom, megcsináltad azt a pisztáciást, azt néztem be. De anya, figyelj, ezt majd megbeszéljük, nem fogjuk el, toljuk el 4 nappal a Szent Estét. A Szent Estét toljuk el 4 nappal. Igen, jövő nagyon vicces vagy. Nagyon vicces vagy. Tudom, hogy téged óra nélkül szeretnek. Haló, igen, Clementina, itt vagyok. Robogok vissza azonnal. Nem, közben jött vészhelyzet, édesanyám egészségügyi. Jövök mindjárt, visszaérek 4 órán belül. Csony! Anyukám! Csony! Anya! 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 Anya, hol vagy? Itt szúr! Anya, hol szúr? Anya, hol szúr? Itt középen! Hol szúr? Anya, itt szúr! Jól vagy? Úristen! Anya, ne hívom a mentőket! 12! Anya, várjál! Jaj, nem ilyenkor kell az a... Haló! Jó napot, Varga Ádám vagyok, édesanyám, rosszul van, ragad! Bajsai utca 12! Egy mentőt küldjenek! Anya, mi van? Anya! Jól voltam meg, nyugodjál meg! Anya! Jól vagy? Nem vagyok jó, csak elmaradtam meg! Mi baj van? Te elvizet, anya! Igen. Az a pálinkod, mint egy nem. Add vissza! Jól vagy? Hát, nagyon jól vagyok, de tudod mit? De most hiány a tudjuk, jó, nem kell senki, mert akkor jön a mentő. Akkor nem leszek egyedül, menjél. Nem kell, hogy itt legyél, menjél, légy szíves, menjél, jó? Menjél a Clementhezbe, menjél. Oda is létessenek előre, jó? Hát, ez súlyos volt. Jó, ezt mondjuk megértem, hogy nehezen nyeri be a Szent Estét. Tehát ezt megértem, de... De amikor... Ez hogy függ össze a rosszul létével? Hát ezt én... Hát... Szerintem nem volt igazi rosszul lét, elég hamar rendbe jött. Akkor minek nevezed ezt? Hát... Zsarolás? De ha így átlátsz rajta, ha ennyire megérted, hogy játszmázik veled, ha ennyire megérted azt, hogy őről kell, hogy szóljon az élete, sőt a tiéd is. Értem, hogy te egy nagyon édes, nagyon jó szívű gyerek vagy, de egyáltalán te valaha neki nemet mondtál? Mondtál nemet? Hát... Egy idő után elfogadta, hogy nem szeretem a bundás kenyeret, és akkor már nem csinált. De olyan kardinális dologban, hogy őszinte legyek, most először. De évekig etted a bundás kenyeret? Hát... Amit egyébként a legtöbb ember amúgy szeret. Én nem? Gyűlölöm gyerekkorom óta a bubut. Ki lehet vele kergetni? Mi Gbenyének hívtuk, apukám elnevezett Gbenye, és mint kiderült évekkel később, az egy afrikai miniszter volt, de mindegy, apukámnak ez volt, hogy csinálj be Gbenyét, jó. Én nem tudtam, hogy bundás kenyér. Jó, de te apukád legalább azért csinálta, mert szeretted. Az biztos. Na, látod. Az biztos. De ha én valamit nem akartam megenni, vagy nem kértem, akkor nem kellett. Ja.
Tehát, hogy te úgy érezted, hogy tartozol neki avval, hogy lenyeld a bundás kenyeret, meg az összes mahinációját, mert ő az anyád? Hát nem tudom, gyerekkoromtól ez volt a szabály, hogy ami a tányéron, azt el kell tüntetni, hogy üres tányér, tele has, ez volt a jelszó, és... Azért, mert miért? Hát mert úgy enni kell, és addig nem állhattam föl az asztaltól, amíg nem ehettem meg. Egyszer úgy aludtam el, hogy fasírt gombócok voltak a számban, és hogy úgy mostam fogat. Hogy egy oldalon. Igen, és úgy aludtam el, és másnap reggel köptem ki a WC-be. Olyat az én egyik gyerekem is csinált most, hogy mondod, de azért, mert valahogy így hörcsögözött, vagy én nem tudom, tartalékolt a finom kanyákat. De nem azért, mert nem merte senki köpni se lenyelni. Tehát tulajdonképpen akkor az egész életed arról szól. De mit csináljak vele, Juli? Hát döntsd el, hogy kiköpni vagy lenyelni. Döntsd el! Ki a fene fogja ezt eldönteni, szerinted? Kiköpni vagy lenyelni? Mindazt, amit mond, vagy tesz, vagy próbál zsarolni. Elköltözöm Tájföldre. Volt. Nem tudom, mit csinálják. Numero egynek jó. Igen, egynek jó. Lesz egy halsütödém. Nekem volt például egyik munkahelyemen olyan kollégám, 70 évesen, így kéz a kézbe, anyámmal élt. Én nem fogok anyámmal élni. Dehogy nem. Tündivel érted, összeköltözünk, tervezünk. Hát amíg nem teszi elviselhetetlenné. Nem fogom hagyni. Én nem gondolom, hogy boszorkány az anyád. Nem gondolom, hogy mesebeli. Szerintem csak magányos. Érted? És én meg azt érzem, hogy muszáj, hogy adjak neki valamit. Egyedül, érted, én vagyok így az életében, aki így ott van. Oké, tök jó. Lehet, hogy többször kéne mesélned, hogy mi van a munkahelyeden például. Anyámnak? Igen. Jár neki az info. Ha jobban be lett volna avatva, hogy mennyi múlik ezen, hogy téged ott véglegesítenek, vagy nem. Hogy a főnök asszony elfogad, vagy lát benned jövő, ha egy kicsit be van avatva, akkor kénytelen lenne, vagy jobban megérteni, mert úgy látom, hogy lehet, hogy ő különben nem ennyire merev, mint ahogy most így látszik. Vagy igen? Kérdezzük meg őket. Mennyire látjuk például rugalmatlannak ezt az anyukát? Utáljuk-e? Hazamegyünk, megöleljük anyát, hogy egy fokkal jobb vagy, mint ez. Vagy szóval, hogy ki. Volt olyan, aki előadás után ide jött hozzám, akkor épp egy apa-lánya kapcsolat volt a téma, és sírva ide jött hozzám, hogy nem is volt olyan rossz az én apám. Szép történet. Szóval, milyennek látjuk ezt a mamát? Egyébként ismerős? Tehát tesznek, igen, nem kell jelentkezni. Ja. Én csak azt látom, hogy mintha az anyának a boldogsága függne a fiútól. Ja. És amiért ennyire ragaszkodik hozzám, és amiért gondolom, hogy nem eredne. Hogy nem tud, tehát azt érzi, hogy a boldogsága akkor fog beteljesülni, hogyha a fia mellett tud lenni. Igen. Hogyha ez nem teljesül be, akkor nyilván emiatt próbál ugye így ragaszkodni a fiával. És amiért lesz ennyire merev. Igen, és egyébként ez nem jogos, hogy ő így gondolja, hogy ő akkor lesz boldog, ha ő annak látja a fiát, aminek ő képzelte. Valamit akartál? Igen, én még azt akartam, hogy valószínűleg nagyon fél az egyedülmaradásról, mert neki csak a fia van, és ez az egyetlen egy kapaszkodója, amit próbál megragadni. És ezáltal minden megtesz azért, hogy magára irányítsa az összes figyelmét a fiának, és nem tudja azt elfogadni, hogy a fiának nem csak ő van. Hallottuk, ugye? Hogy lehetett? Na most emiatt dühösek vagyunk rá, lesajnáljuk, utáljuk, sajnáljuk.
megérezzük, együtt érzünk vele. Szerintem ebből a szülő-gyerek kapcsolatból, ebből a alapfölé rendeltségből nem tud és sem is akar kiszakadni. Már anyu? Igen. Anya, de egyelőre a fiú sem. Csak ő jobban érzi, őt feszíti azt, hogy szeretne felnőtt-felnőtt kapcsolatban lenni a saját édesanyjával. De ezen nem mindenki tudja, átmegy egyszer, igen. Nem? De. Csak nem tudja, hogy ezt hogy kellene megcsinálni. Mert az előző jelenet, amikor hazament, akkor nem azt mondta el, hogy ő mit szeretne, hanem azt mondta el, hogy az anyja mit csinált rosszul. És egyre, hát igen. Az anyáról beszél. De kitől tanulta azt, hogy minden esetre találjak valami kritizálni valót a másikban. Minősítsen valahogy, nem túl jó indulatúan. Ezt kitől tanulta? Az anyát. Hát akkor van olyan, aki tudna valami sikertörténetet mesélni arról, hogy ő hogyan nevelte át az anyját, vagy az apját, vagy a szüleit arra, hogy kettő lépéssel hátrébb. Igen? Én elmondtam az anyukámnak, hogy ez a szituáció volt egész sokáig nálunk, és én egyszer csak elmondtam neki, hogy én azt érzem, hogy ül a vállamon, viszont nekem nem az az élet célom, életfeladatom, hogy cipeljen őt a vállamon, és legyen szíves magáért felelősséget vállalni, legyen szíves élni az ő saját önálló életét, és én nagyon szeretem, támogatom, ha kéri, de tovább nem vagyok hajlandó helyette élni. Na most ez mi? Erre még nem mondd el. Kérdezzük meg, hogy vajon mit gondolnak a többiek, hogy reagált erre a monológra, ami egyébként nagyon jó kis összefoglaló. Gratulálok, mintha csak én ajánlottam volna. De mit mondott erre anyu? Hogy? Hogy én akarok a te válladon. Hát mindent érted tettem. Hát az egész életemet rád áldoztam. Hát, na de hát, ugye? Mintha ott lettünk volna a konyhában. Igen? Az a véleményem erről, hogy alapvetően, hogy a gyerek felnőtt, mi is úgy dövünk bele a szülő szerepet, és azt, hogy elengedést, azt együtt kéne megtanulni. És mivel ez nincs meg itt, hogy én az anya vagyok, abban nem jogosítja föl engem az, hogy én a gyerekemet lenyomjam, és hogy a gyerek értelme. Igaz, hanem el kell engedni egy bizonyos idő után. Ezt fel kéne ismerni, mert sokan nem ismerik föl, mert lehet, hogy nem ezt látták, mert lehet, hogy bele is ezt tették. Aha. Mondom, hogy korlátozták? Igen. Odaláncolták, vagy ilyesmi? Ő is korlátozza ezáltal a gyereket. És úgy gondolom, hogy egy gyereknek, hogyha ezt a kérdésben, hogy korlátozzák, akkor el kell kezdeni valamilyen szinten változni, mert ahogy ő változik, az anya is úgy fog hozzá változni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden egyes kapcsolat, ahogy változik, úgy változik az egyik, mint a másik. És át lehet ezt érteni, hogy jó kapcsolat legyen, de ahhoz mind a kettőnek változnia kell. Igen. Nekem az a tapasztalatom, hogy én nagyon ilyen szabad a családban öntem, tehát nekünk nem volt ilyen problémák otthon, és mégis a húgom az olyan típusú lett, aki csak a fiáért és a fia mindene, és nem volt példa, hogy otthon hozza. Tehát nem biztos. És a fia most hány éves? 25 éves. És ugyanez van. És valaha látszik az, hogy ő le fog válni? Nem fog. Hát igen, erről írtam a Meggyúlt Köldögzsinór című könyvemet. De is a szülőkről hoztam, nem az otthoni viszi tovább a húgót. Tehát nem igaz, hogy mindent a szülőtől viszünk, hanem szerintem az... Értem. Igen. Egyedül is föl lehet találni, hogy legyek önző anya. Igen. Nem muszáj ahhoz nézni a Dallast, vagy bármi. Önző anya, önző lány is volt, amíg élt az édesapám. Egy önző növér is. Igazából nem önző, hanem ő... ilyen személyiség, hogy mindig valakiért valami lesz. Vagy a gyereke, vagy aki pont tud így pár. De gonoszabb kedvemben azt mondom, hogy tartson kutyát. Nem? Tehát akkor legalább valaki itt lehet ráncigálni, ütyű-bütyű, csak az enyém van. De a személyiségenek ilyen lett is. Azt, igen, még annyit
teszek hozzá, hogy az elengedéssel kapcsolatban, hogy az elengedést tulajdonképpen már itt kell kezdeni. Itt kell kezdeni. Tehát lehet, hogy szoptatod, lehet, hogy 24 órában vele vagy, egyébként az jár is mindkettőnek, de azért mondjuk nem igaz, hogy nem lehet elmenni egyszer-egyszer felnőtt programra. Tehát már ott kezdődik, a pólyást is odaadom szépen a valakinek, és azt mondom, hogy így etesd, és hasra fordítsd vagy hátra. Mert ez ugye vallási kérdés lett, nem tudom, hogy miért, de hát akkor úgy lesz. És ugye már ha 5 évesen, meg 8 évesen szépen mindig annyira engedett, hogy valami magánélete neki is legyen, például tudjon egyedül játszani. Vagy legyenek barátja, legyen naplója, amit eldug, és azt mondjuk nem fogom megnézni. Mondjuk. Mint ahogy a telefonomba se nézhet bele ő, sem én az övébe. Akárhány éves korunkban. Ez a mániám, ezt már hirdetem. Na jó, haladunk a sztoriban tovább, mert hogy mindjárt megnézem, hogy mit írtam. Hát visszamegyünk az időbe egy kicsit. Mindjárt rájöttök, hogy meddig. Hát megcsináltuk! És figyelj! Mit szólsz ahhoz, hogy tudod, mennyi lett az érettségi átlagom? Na mennyi? Na ülj le! Anyu? 4 egész.